tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a és nézd be hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Miklós, aki fizikus, és Istvánnal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallaxis 105. része, a mikrofonnál Magyarósi István. Bár a podcast formátum, mint tudjuk, tökéletes, ezúttal azonban a Youtube-on és uh, megtekinthettek minket, hiszen ezúttal kép is jár hozzánk, nem csak hang. Szeretném nagy-nagy szeretettel üdvözölni beszélgető partnereimet ebben a videós kalandban. Elsőként Pécsi Gézát. Szia Géza! Sziasztok! És Vicce Miklós. Szia Miklós! Sziasztok! Ne felejtjétek, kedves hallgatók, hogy ennek a podcastnek a teljes változatát kizárólag támogatóink érhetik el a patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül, illetve a Paralaxis klubban. Érdemes tehát a hosszabb és jobb változatért, és akár premier előtti bemutatókért is előfizetni. Ráadásul ezzel teljes egészében a podcastjaink készítését támogatjátok, amire nagy szükségünk is van. És a mai filmünk pedig egy gondolatépresztő alkotás, mely egy férfi életének sok ezer éves utazását meséli el. Állítása szerint soha nem öregszik meg, ami nem csoda, ha tudjuk, hogy ki az apja. Az intelligens párbeszédek és az emberi természet mélyreható vizsgálata teszi különlegessé ezt a cifidrámát, amelyet nem is beszélhetnénk ki jobbkor, mint húsvéti adásunkban. Egyfajta feltámadásnak lehetünk szemtanúi húsvéti adásunkban, hiszen az Őslakó című filmet beszéljük ma ki. Szóval, fiúk, általában azzal szoktuk kezdeni, hogy akkor Miklósnak szegezzük a kérdést, és akkor lássuk a tudományos részét a tudományos filmnek itt kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz ebben a szerintem szűkre szabott, de lehet, hogy tévedek tudományos részről. Hát szerintem ez egy marha jó science fiction, és én ugye azt tartom jó science fictionnek, ami, ami nem feltétlenül tyum, -tyum izé, lövöldözés van benne, meg mindenféle látványos űr drámák, hanem például, ez egy tök jó példa arra, ami szerintem egy jó science fiction, de gyakorlatilag emberek beszélgetnek egy, egy szobában, egy kanapén ülve, és, és, miért gondolom ezt? Ugye azért, mert egy teljesen jó tudományos gondolat van végig, hát végig folytatva tisztességesen mondjuk az abszurditásig, de nem, nem is. Tehát végül is ugye az alapgondolat az, hogy mi van akkor, hogyha valaki, valami mondjuk random genetikai mutáció eredményeképpen, egy szerencsés genetikai mutáció eredményeképpen nem öregszik meg ami azt jelenti, hogy folyamatosan újra keletkeznek a szervezetében a dolgok, regenerálódnak. Ugye tudjuk, hogy, hogy, persze vannak olyan lények, amik tök jól tudnak regenerálódni, ugye mi nem tartozunk ezek közé, de például ugye van ez a immortal jellyfish, vagy a hal, hal, halhatatlan medúza, ugye például az egy ilyen, olyan olyan élőlény, ami gyakorlatilag, hát ugye nem szexuális úton szaporodik, tehát lényegében ugyanazt a genetikai információt viszi tovább, és lényegében nem hal meg, hanem mindig újabb és újabb formát ölt. Tehát érdemes meggooglizni, hogy ez hogyan működik ez az élőlény. De a reprodukciós képességünk is olyan, ami, ami persze az életünk elején egészen bámulatos, tehát én azzal szórakoztattam az embertársaimat, amikor a kisfiam uh, még csak néhány hónapos baba volt, hogy hát ugye, mondom, nem voltam akkor a beteg állat, hogy én ezt teszteljem, de hogy ó, egy TED, de, de akkoriban hallottam egy TED előadásban, egy, egy biztos egy ilyen Ivy League, egy borostyánliga Liga Egyetemnek ez egyik amerikai professzora tartott egy előadást arról, hogy milyen zseniális a babáknak a regenerációs képessége. Azt mondja, hogy hat hónapos korig, hogyha egy kisgyereknek, levá, egy, egy babának levágod az egyik új percét, akkor az visszanő. Most ez tehát, hogy az emberek ilyet tudnak. Tehát nem az, hogy oké, hogy egy gyíknak levágod a farkát vissza nő, hogy oké, hogy jé, de érdekes, ilyen állatok vannak. De hogy maga az emberi lény, az ugye ilyenekre képes, ugye az őssejt kutatás hátterében is lényegében az a, az, az ötlet áll, hogy, hogy, amik ugye lényegében bármilyen sejt funkcióját át tudják venni, és be tudnak oda ugrani és kialakulni, hiszen ugye kezdetben úgy kezdjük az egyetfejlődésünket mi is, hogy csak őssejtjeink vannak, amik aztán differenciálódnak, és ilyen-olyan feladatkörre átalakulnak. És aztán azok cserélődnek is. Ugye amikor mi, én gimis voltam, akkor még azt tanultuk, hogy az, idegre, a, az idegsejtek azok egy gyerekkor végétől kezdve nem képződnek újra. Ma már tudjuk, hogy minden sejt újra képződik. A filmben el is hangzik az a közkeletű állítás, ami azért némi finomításra szorul, hogy hogy, hogy úgy átlagosan 7 évente lecserélődik minden sejtünk. Ugye nyilván ez nem igaz ebben a formában, de azért elég bámulatos belegondolni, hogy jelen pillanatban a, számban levő néhány amalgám tömés, valószínűleg az az anyagdarab, ami teljesen azonos. Legrégebbi. az, ami, aki valaha voltam. Na, szóval, hogy, hogy igen, ezek elég hihetetlen dolgok. Egyébként ugye Yuval Noah Harari a nagy, izé, hát ilyen, hogy mondjam, média Hát, ha, mit tudom én, a filozófia Paulo coelho -ja, vagy hogy mondjam. Hát, ismeretterjesztő emberke maradjunk ismeret annyiban. Ismeretterjesztő emberke, némileg túl, túl hype de nem feltétlenül Igen. hülyességeket beszélő izraeli filozófus könyvében olvastam a Homo Deus-ban, aminek az első néhány fejezetét tisztességesen elolvastam még évekkel ezelőtt, hogy, hogy bizony egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy ma élnek a Földön olyan emberek, akik már nem fognak meghalni. Nem mondja, hogy ennek nagy valószínűsége van, de nem is kizárható, tehát elképzelhető, hogy, hogy bizony az orvostudomány eljut oda. Nyilván nem egy genetikai mutáció eredményeként, hanem bizony úgy, hogy meg tudjuk csinálni gémmérnökséggel. Most viszont, ha ez nem lehetetlen, tehát a természetben látunk rá példákat, ha nem is emberi lényeknél, meg hát az emberi lényektől sem idegen az, hogy iszonyatosan erős öngyógyító mechanizmusaik legyenek, csak ugye kinőjük őket, akkor bizony, miért ne lehetne? És akkor ez nagyon érdekes dolog, hogyha valaki 12 ezer évig él, akkor 14, miért, de vagy 14 igen, de jó, a plusz, plusz, 2000 vagy, vagy akár csak 12 ezer évig, akkor mire emlékszik, hogy emlékszik vissza, mit tud, ahogy a tudás az emberiséggel együtt gyarapszik meg, hát nyilván nem lehet azokat az emlékeket élesen betárolni, tehát mi, egyáltalán emlékszik-e valamire, hogy milyen lenne ilyennek létezni? Nagyon érdekes dolog. Ami igen, ami az biztos, hogy nagyon sok érdekes kérdést feszeget a igen, film. Igen, szerintem zseniális. És egy tipikus kamaradráma, ami nekem azt is nagy mondom. kedvencem. Várjátok, nekem megragadt, hogy te mondod, hogy te, amikor a kisfiat kicsi volt, akkor mind kísérleteztél? Nem mondjad már, hogy levágtad az ujját. Nem, én nem mondtam, hogy kísérleteztem. Pont azt mondtam, hogy nehogy azt higgyetek, hogy én ilyen kísérleteztem. Ja. Csak akkor gyakran borzoltam az ismerősem kedélyeit ezzel, ja, amit pont akkor értem. hallottam egy TED előadásban. És remélem, hogy aki a TED előadást tartotta, az sem kísérleti úton következtek ezt ki, hanem balesetek. Hát valószínű balesetek, meg egyéb ilyen kórházi De ezért van az alakjának. is, nem, hogy a legtöbb ilyen, ilyen, <laughs> ilyen, uh, ilyen uh, szteroid, amit például a ilyen nagy testépítők használnak, az is csecsemő agyalapi mirigyből van, nem? Jézus Krisztus! Na jó van, nem tudtam, hát ma is tanultam valamit. Hát a reflexből azt mondtam, hogy Jézus Krisztus, de a filmből megtanultuk, hogy azt kellett volna mondanom, hogy John. John. Ne? Igen, Johann, Igen, vagy igen a... csak ezt jól értelmezték. De figyeljetek, én már nagyon sokat beszéltem erről, de összességében látjátok, hogy alapvetően én nagyon. Én, én ez az igazi nekem, nekem való fajta science fiction, és én ezt annak tartom, akárki mondja, akármit, szerintem ez egy science fiction, mégpedig egy jó fajta. Nagyon, nagyon örülök egyébként, hogy Mikinek ennyire tetszett, mert én is hasonló véleménnyel vagyok erről a filmről. Egyébként én nem láttam az előtt ezt a filmet, mielőtt most lett volna ez a felvétel, és most tekintettem meg először. És szerintem ez a film bizonyítja, hogy nem kell több millió dollár egy jó science fiction filmhez, ennek konkrétan a büdzséje az 200 ezer dollár. Hm. Hát mert kellett nem kellett sokat nem költeni, kell, se sem nem se, kell se költeni, díszletre, semmire. És lehet nagyon-nagyon jót alakítani. Olyannyira tetszett nekem a film, hogy egyébként megnéztem a második részét is, mert ennek van még egy része, nem tudtam, ami egyébként 2017-ben látszik, és az, az a The Man from Earth Holocene az a címe. Mind, tehát most csak Mindenkinek ajánlom majd, aki ezt meghallgat, hogy azt is nézze meg, mert egyébként ez is ilyen tipikus, ilyen Z kategóriás színészekkel előadott, kicsit-kicsit bugyuta, már egyébként nagyobb költségvetésű, de az is jó az a film. És egyébként le van zárva, de kérdőjelet hagy a végén. Tehát, hogy én is összefoglaljam a filmet. Alapvetően nem, nem, nem is értettem, hogy, hogy hogy, ez most mit akarnak, hogy mit beszélnek, meg hogy mi van, meg hogy ő költözik, ugye az elején, és aztán így hirtelen, így, így a film elragad, és így azt veszed észre, hogy azt a rohadt. És akkor ugye megtörténik az a rész, amikor el, elérnek oda, hogy, ilyet hát igen, hát ö, ö, biblia alak voltál, hát erről nem akarok beszélni, és akkor így leesik, hogy ó, ne. Igen, és akkor ott féltem, hogy most ha egy kicsit azért túl lesz tolva a bicikli. Először gondoltam, hogy valamelyik random mellékszereplő lesz, pedig. Én minden, azt gondoltam, hogy hát... Poncius Pilátus, tehát, hogy valami, valami ilyen, tehát, hogy ő egy ott volt. A... De akkor lebukott volna, mert akkor azt mondta volna mindvégig, hogy dobjátok, dobjátok a padlóla le. Meg a ilyenek. padlóla. <hállítan> Igen. <hállítan> <hállítan> meg, de nagyon dúlva. Na jó, van, oké, okay, de valamikor, hát ha valamikor, akkor egy húsvéti adásban lehessen cikizni a Pilátus basszus. Hát így ez van, az... és Én ilyen Brian életet, de szerencsére Vagy nem Vagy még tudjátok, hogy mire gondoltam? Igen. Hogy arra gondoltam, hogy ugye nem Jézus Krisztus lesz, hanem mondjuk egy latol, ami a mellette így. volt a kereszten. Valamelyik latol. Hát de akkor kizáros, kizárásos alapon az a latol lehetett, aki szerintem a bal, mert ugye az másiknak meg azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. De ez a csávó ugye meg, meg ugye életben maradt. De nem ment igen, a paradicsomba. Igen, csak ugye tele. ezt is, csak ugye, hogyha, most, hogyha a Bibliát belehozzuk, ugye azt mondta annak a latolnak, hogy súlyos, még ma velem leszel a paradicsomban, de Jézus három nap múlva támadt föl. Tehát nem értem, hogy hát, miért mondta azt neki. Mert hát addig oda volt a paradicsomban. Mert addig elment oda. Bocsánat. Hát három nap jött, föl, később újra visszajött a földre. De azelőtt tett Há. egy... na. Na, én örülök, hogy segítek. Skipelt a purgatóriumot, bement a paradicsomba addig a faterrel találkozni. De mint tudjuk, ugye mindez John volt, aki buthától, meg a krából kereten megtanult a, a, a nagyon lelassítani a test folyamatait, és egyébként nagyon jól gyógyult is, és ő csak mélyen aludt. Aztán ki akart menni, és a többiek azt hitték, hogy föltámadt. Hát legalábbis John ezt állítja, és így magyarázza a történteket. És ezen, ezen megy a vita, hogy vajon igaza van Johnnak, vagy sem. És ez a, ez a legszebb, hogy legos számomra, bocsánat, sokkal érdekesebb az, hogy a reakciója annak a, annak a pár embernek, aki ott van, mint néha maga az, amit John mond. Mindig logikusan beszél, és mindig értelmes az, amit mond, és minden kérdésre tényleg teljesen logikusan és, és, és értelmesen válaszol, nem igazán lehet belekötni abba, amit mond. De azok a különböző reakciók, hogy, hogy ki hogy hogy kezd el kételkedni, és hogy főleg a, a, a hölgy, ez a uh, hogy is fogalmazták a, a filmben, hogy uh, uh, milyen irodalmár? Uh, katolikus irod, de ilyen ő ilyen, hát... ilyen uh, katolikus vallás, történés, így, valami ilyesmi, igen. igen, tehát, hogy benne mekkora törést okoz a végére ez az egész sztori, ami, ahova kifejlődik. Igen, és ez nagyon érdekes, és csak azért mondom, ugye nem volt meghatározva, hogy hanyadik része, ez, e, ebben a részben erről a filmről beszélünk, tehát a másodikat is belehozhatom ide, a második részében is egyébként ott diákokról szól, tehát ugyanúgy tanít ez az emberke, és ott van egy diák, aki ilyen, ez a tipikus ilyen amerikai fajta ö, vad protestáns vallása van, és ott is, tehát azok az emberek lesznek igazán, ö, hogy mondjam, azokat hat meg, meg az, azok, azok érzik magukat, ö, megtámadva ezáltal a kimondott dolog által, hogy ő Jézus, akik a leginkább hisznek. És akkor végül is ott is ugye az hogy kikötözi egy székhez, és akkor hát leszúrja konkrétan john de, várján, az de, az a ember, főszereplő az ugyanaz? Ugyanaz a főszereplő. Tehát ugyanúgy John van benne. És ezt hogy meg? Tíz évvel később forgatták le a filmet. Ami jó, ugye, mert tíz évente áll tovább a csávó. Tehát ez zseniális. Na, működtet, ezt, hogy... nem fom, ezt, nem fogom, eh, <há> nem fog elmondani mostanában, ezért nézd meg. Mert, mert ezért nem ugyanúgy néz ki. Na nagyon jó. hasonlít, nagyon hasonlít, de mm. ö, nem akarom lelőni. Jó, ne majd maximum le. no. az, az adás végén majd lelővöm. Na. De hogy az Istvánt nem hagytuk, hogy elmondja, hogy pedig baromira érdekel, hogy te mit gondolsz erről? Az egészről. Neked tetszik ez a fajta film? nekem az egyik kedvencem pont ez a film. Amúgy is szeretem, tehát jó. ezeket a... Én nem tudom, én van, nem, nem, számolom már egy 8-9 megnézésnél. Tehát én azt, ezt a filmet érzem úgy, hogy, hogy ahogy mikor nézem, pont én érzésem, ott ülnék, és ott beszélgetnék, és hallgatnám ezeket. És egy pont egy olyan beszélgetés, ami, ami kellően érdekes témáról, kellően érdekesen, értelmesen folyik, és, és egyszerűen jó hallgatni azokat az embereket, akik részt vesznek benne, és egyszerűen csak magával visz ez a történet, mert tényleg egy egyszerű premissza, van egy ember, aki, akinek olyanok a, volt történt vele valami, amitől nem tud meghalni, vagy nem, nem, vagy nem tud, nem öregszik, és meggyógyul a betegségekből, meg a sérülésekből, és nagyon jól vigyázott magára, 14 ezer éve, sok minden történt vele, és most úgy érzi, hogy erről szeretne beszélni pár embernek, akik ismerik már 10 éve, barátjuknak tekintik, és mi történik a beszélgetés folyamán. Tehát nekem ez, ez, egy nagy kedvencem volt. Nem bánom, tehát tényleg science fiction, mert van benne tényleg egy ilyen fantasztikus és tudományos egyben feltevés, és erre építkezik, és nem kell neki semmi más, tehát nem hoz be újabb és újabb tudományos ötleteket ahhoz, hogy érdekesen fenntartsa a feszültséget, hanem csak ezzel a nyolc ember, az nyolc ember van meg az a két-három ilyen költöztető, de azon kívül tényleg John van, nem is beszéltünk róla, ott van John, ott van négy professzor kollégája, egy diák, azt mondjuk furcsát, egy picit, de van egy diák, hogy hogy érdekesebb legyen a dolog, és majd később megjelenik egy pszichiáter is. A Akiről kiderül. Ja, és utó, a végén ezt mondom, ez a a az spoilerek hangozhatnak el. Igen, de azt majd direkt majd akkor fogjuk elhang, <sarral> elhangoztatni, mikor már csak a patronálóinknak szóló műsor veszünk, hogy <sarral> többieknek nem mond nem meséljük. És majd még el, egy spoilerem lesz egyébként. Mert tehát, komolyan mondom, de ez zseniális, hogy egy ilyen, ilyen kis, kis stílű amiben ilyen szintű történet van. Tehát szerintem zseniális az egész. Uh, ugyanakkor az is érdekes, hogyha megfigyelitek, hogy visszatérő motivumok, tehát mondja is John, hogy ő direkt olyan, olyan uh, házakat választ, amiben van uh, kandalló. kandalló. Mindig, igen. Mert hogy a tűz, az megnyugtatja őt. Igen, valószínűleg ki... gyerekkori fixáltsága neki. Igen, tehát, hogy még az ősemberi létből Benne Tehát, hogy, hogy mondtad ezt, felhoztad, Miki, hogy hogy mire emlékezhet, mire nem, ugye azt ő is mondja, hogy nagyon sokat felejt, egy-két dolog marad meg neki nagyon, meg egyébként azt is mondja, ugye, hogy találkozott egyébként hasonló emberrel, de hogy nem tudta eldönteni, hogy az is ugyanilyen, vagy sem, és utána egyszer látta Brüsszelbe, de hogy eltűnt a tömegben, lehet, hogy le mondjak többen is. de Nekem van tippem, hogy ki lehetett az az ember. Hitler. Ja, úristen, nem, ennyire nem. Amúgy ez lehetetlen, mert nem, 16. 16. Ez században tőlem, is igen. találkoztak először, aztán, aztán, 200 évvel később, és hát ugye van, ilyen, van vannak ilyen legendák emberekről, és úgy tér, térbe, térben, ami stimmelhet, meg hát időben is, hogyha tényleg elfogadjuk azt az állítását az illetőnek, hogy sohasem volt meg, az a második Rákóczi Ferenc fiaként ismert Szent uh, Saint gróf. Ugye? Ő egy visszatérő szereplő egyébként, ugye ilyen okkult irodalomban, meg, meg erről szóló dolgokban, mondjuk gondoljuk Umberto Eco fúkó ingájára, vagy akár már szerb uh, Antalnak a, 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 könyvére, aminek a Pergamon rejtély, azt hiszem úgy az a címe, Bent, ugye? nem a Pendra, Köszönöm, Pendragon, köszönöm, hogy Pendragon. Pendragon, Igen, Pendragon legenda, igen, pontosan. Ugye abba is, abba is benne van, ugye Saint Germain gróf, mint, mint, mint egy ilyen, 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 hát ilyen hal, halhatatlan alak. Ugye? Tehát a, a, aki, aki sose hal meg, és ha jó tudja, mi, mióta létezik, és tehát kb. ilyen, mint amit mondanak, hogy hegylakószerű, csak, csak, csak annyira figyelnek, akik összerakták ezt a forgatókönyvet, hogy szerintem ez egy utalás lehet rá. Mert amúgy stimmel. <laughs> Na mindegy. Igen, előadóan. mondom, ez a rész érdekes, ami nekem hiányzott a filmből, hogy ugye oké, okay, hogy Jézus, oké, okay, hogy hogy onnan azt mondja is, hogy közép-európában ment a közel-keletről, de valahogy azt kihagyják, hogy azért ez még jó csavart volt, adott volna, hogyha mondjuk kiderül, hogy ő egyébként mit tudom én, Göbbelsz, vagy mit tudom én ki. <SZ> hát, lehet, nem, akarták Hitler. túl, túl, hát biztos, túl hogy nem hát, Szerintem az az pont volt ez adja a varázsát. Volna. Igen. Igen. tehát hogy, hogy megálltak ennél az egy pontnál, hogy tényleg ennyi. Jó, persze sok érdekeset meg tudunk addig, tehát nekem az elején tetszett ez a, a, a Van Gogh kép, és a, a, az egész kis beszélgetés ott Van Goghról, amikor ő disznótenyésztő volt, és ismerte Van Goghot, és tehát, hogy, hogy ilyen kis apróságokat megfűszerezi a történetet, tehát hogy nem, nem nem operálnak ilyen nagy lehengerlő dolgokkal, ez az egy nagy poénjuk van, az utolsón kívül persze, hogy, hogy akkor ő Jézus, vagy őról, tehát őt nevezték el Utóbbi. későbbiekben igen. a Bibliában, mikor megírták. Uh -huh. Igen, igen. Tehát nekem, nekem nem hiányzott belőle, hogy még több csavar legyen benne, meg még nagyobb csavar, és mikor először néztem, Jó, az ezt elég őszintén én, én a, 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 a végén lévő nagyra se, tehát a, a végén lévő poénra se számítottam. Tehát, hogy én anélkül is el tudtam volna képzelni, de hogy azzal úgy adtak hozzá tényleg egy, 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 egy adat, nem tudom, érzelmi töltetet még. Meg hát, a de már egyébként az a vicc, hogy anélkül is érdekes lett volna, de a végén az a csavar, az a bizonyos, az ugye, végül leteszi a voksunkat, tehát végül ez dönti el ténylegesen, hogy itt vala, alig, ha nem igaza van a csávónak. Nem derül Igen, ki hogy belőle, nem, hogy nem 14 csak, nem ezer csak éves. Az, nem csak poénkodott. De, a... de, azért er, de de az, hogy mondjuk, na, szóval ugye, hát most akkor mondjuk, hát most ha hát, van, járjuk, akkor ki, mondjuk lesz. ki, Hogy az van, hogy a pszichiátria, a pszichológia professzor, azt hiszem inkább pszichológia Pszichiáternek nevezte magát, hogy a kérdezi, hogy te mi vagy, az és akkor. Igen, igen. Mondja, no, Azt hogy... mondta, hogy igen, orvos. Igazad van, pontosan. Igen. És igazad ő már 80-on fölül van, azt hiszem. Így van, és hogy róla kiderül a végén, hogy hát ő ennek az embernek a fia. Mert Tehát hát ugye ezt mondja, rock. hogy igen, fázós vagy, mint a kis Vili, aki kiskorából is fázós volt, menjünk be. Uh -huh. Igen, de hát ugye eleve érdeke. lehet ugye ott kérdezi, kérdezi a csaj hogy a, a főhőst, aki hát ugye a szerelmet tulajdonképpen, uh, hogy, hogy hát más máskor milyen, uh, milyen uh, aliaszok alatt. Igen, állneveket használt. És akkor elmondta az egyiket, ami hogy akkor a Harvardon, vagy, vagy igen, azt hiszem Harvardon igen. Bostonban, Bostonban tanított. És, és ilyen is ilyen néven, és akkor pont, hát és akkor ugye kiderül. Ami számára valószínűleg már az előtt is nyilvánvaló volt, de de a bácsinak a bajszos, bajszos pszichiáter bácsi számára akkor derül ki, hogy az ő gyerekkorában elvesztett, vagy eltűnt apja áll előtt. Hát, elhagyta őket, elhagyta igen. Őket, de nem őket. szerintem nem derült ki hogy a végén, ott mondja is, hogy uh, rákérdez a, a pszichiáternek a vezeték nevére, hogy izé, mi történt, hogy megváltoztatta a. a az édesanyád a nevét, és akkor mondja, hogy igen, mm. újra férjhez ment, és mm. akkor azért hívják őt. Jó, másképp. értem. Na, tehát hogy a ő, 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 ő se John tudta T. Partinak nevezte magát akkoriban, és akkor... Tea ah. Party, igen. Igen, ah. mint a bosztoni Party. Bilagos. De hogy a fia nem azt a nevet, és így nem tudta, azt hiszem, hogy Grubernek van, azt hiszem a, 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 filmben úgy hívják a pszichiátert, és akkor mondja ott a végén, mielőtt szívramot kap, mert hát miért ne legyen benne egy ilyen extra, tehát szegény a végén még szívramot is kap, igen, és a felesége uh -huh. után egy nappal ő is meghal. De ez egyébként nagyon érdekes. Na, szóval, hogy így derül ki, de anélkül is tök jó lett volna a film, tehát, hogyha ott ért volna véget, hogy csnit, tehát ez a, ez, a, izé, ez a bizonyíték, ez nem került volna elő a végén, akkor ugye mi magunk is abban a helyzetben maradtunk volna. Amit én nagyon szeretek, amikor úgy marad. Tehát én nagyon szeretem azokat a filmeket, mint a Kontakt is ilyen egyébként, ahol a végén belebegtetik, hogy hát esetleg az a bizonyíték, hogy ott pár órányi statikus zaj látszik a filmfelvételen, és akkor ez lenne a bizonyíték az idődilatációra, és arra, hogy az XY-n tényleg elutazott ide-oda. De azért mindig ott marad. Én szeretem, hogyha marad egy másik olvasat, de úgy látszik, hogy Amerikában ezt azért nem lehet megcsinálni. Tehát hogy nem nem, lehet nem De ezért mondom, hogy ezért, ezért nézd meg a második a... részét. Jó, oké. Ezért nézd vagy... meg a második részét, mert az meg úgy úgy hagyja abba, hogy a ahogy te szeretnéd. Ja, de ja, azt, még, azt még várjuk. Még csak annyit mondanék, hogy az nekem az egészben az érdekes, hogy oké, hogy ő, ő Európában is volt egy ideig, de hogy került utána Amerikába? Tehát, hogy már Európában annyi helyen volt, hogy már ismerték, és ezért Nem, át kellett menni Francia Amerikába. kivándorlókkal 1890 környékén. Miután meghalt Vangok pont utána ment át. Tehát Nem. azt meg is kérdezik, a, pont a diáklány kérdezi meg, hogy mikor jött Amerikába, és akkor mondja, hogy vángok halála után bevándorlóként, bevándorlókkal érkezett. Az Bár államokra. ugye már korábban is hajózott Kolumbusszal. Ugye Igen. kb. pont, amikor behozza ezt az egész halhatatlanság sztorit, akkor kb. ez az első, Ezzel ahol ez bedobja. Akkor még úgy tűnik, mintha egy poén lenne. Tehát úgy tűnik, hogy már korábban is átruccangatott Amerikába fosztogatni, fosztogatni, meg minden. <laughs> Vagy hát... Meg nem derül ki, hogy hol van az a, az a nép, ahova jár, mert az nem tudom, mennyire poén, de én azt is az igaznak veszem. Tehát én, hmm. mondjuk azt, hogy én, amit John mond, az hogy mindet el tudom hinni, de van egy rész, amikor elmeséli, hogy néha-néha visszavonul, és akkor igen. elvonul egy ilyen elhagyatott, nem tudom, egy ilyen elmaradott néphez, ahol Istenként tisztelik. I I igen, igen, igen. De létezik ilyen, tudjátok, hogy ez tényleg létezik, ez a, ez a John Fram És ezt tényleg egy Johnnak hívják, ez megvan, ez a dolog. Tehát van, 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 van hogy általában az antropológusok cargo cult, tehát uh, szállítmány kultuszként hivatkoznak erre a jelenségre. Ugye onnan ered a, a dolognak a neve a cargo cult hogy a második világháborúban Vanuatún egyébként, tehát a Tanna szigetén, ami a Vanuatu nevű mini ország, csendes óceáni kis mini országnak a lakossága, ugye a második világháború idején, ugye ott amerikai katonák állomásoztak a szigeten, volt nekik, ugye egyrészt jöttek szállítványok, amik repülőről jöttek le, egy ejtették le fadobozokban, a kaját, piát, meg mindenféle ízét, tehát az égből jött, Másrészt ugye volt, volt repülőtér meg irányító torony hadonászó emberekkel. És, és, hát ugye ezek az emberek akkor találkoztak először úgymond a civilizációval, és na náhogy elkezdték istenként tisztelni ezeket, ezeket a, az embereket és innen kapta a nevét a kargokkált, mint jelenség, mert utána a második világháború végeztével eltakarodtak onnan az amerikaiak, de megfigyelték később az antropológusok, hogy valóban ezek az emberek azóta is imádkoznak, és várják az égből jövő csomagokat, és és emlékeznek arra, hogy hogyan hadonáztak ott a repülőtéri irányító izék, és meg, é, megépítették nádból, meg, meg fából az irányító toronynak, úgymond egy mását. És tényleg ott is vannak papok a, a, a tetején, akik csinálják azokat a dolgokat, amik pont úgy néznek ki. szerintük, tehát ugye ez, mert így lehet lehívni az égből a cuccot. És akkor ennek egy ilyen, egy ilyen érdekes megnyilvánulása az a John Fram kultus, aki ezer ki, a, 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 ami, ami egy ilyen, tehát ez 1930-as 1930 években bukkant föl ott ez az ember. És ő teljes egészében messiásként tekintenek erre az emberre. Aki egyébként, én nem is tudom, mi, mi, volt az ő foglalkozása ennek a John Fram nevű embernek, de, de tényleg őt egy ilyen, ilyen szellemi, isteni lényként tisztelik, és tényleg építettek neki totemeket, és tényleg Johnnak hívják, és tényleg mind a mai napig van egy, ez a kimutatható vallás, a John Fram kultusz. Szóval lehet, hogy innen vett lehet, az, hogy ellen, az író. Igen. Ezért mondom, hogy érdemes megnézegetni, mert szerintem minden, ami elhangzik, az olyasmi, ami valahol felvetődött már. Nem ez a forgatókönyvíró jött elő először az ötlettel, hogy a jézusi tanításoknak van közük a buddhizmushoz például. Egyáltalán nem. Tehát tehát, ez már, tehát lényegében minden olyan gondolat, ami szerintem ebben a filmben megjelenik, az úgy nagyon rendesen össze van szedve valami filológiai előkészítő munkaeredményeként. Tényleg egy üdítő színfolt a film világban. Esélyes, de hogy jól össze van rakva, tehát teljesen önkonzisztens és és logikusan szépen végig van véve, és érdekes. Érdekes problémákat feszeget, mint ahogy amikor a pszichiáter megjelenik az elején, és neki szegezi a kérdést, belemegy a játékba látszólag, és neki szegezi a kérdést, hogy nem -e gondolt arra, hogy ő azért, mint John, hogy azért él sokáig, mert a többiektől, akik őt körülveszik, azoktól szedi el, vagy szívja el a, a, az életerőt. Tehát, hogy mások életének az árán van neki halhatatlansága tulajdonképpen, és akkor itt majd később hivatkoznak is rájön be ez az egész vámpír életerő elszívás mitológia, de hogy neki szegezi, és akkor egy pillanatra John így ezen meglepődik, meghökken, lehet, még el is gondolkodik, hogy vajon történhet-e ilyen, lehet-e ilyen, vagy, vagy, vagy a végül meg neki szegezi a kérdés, hogy nincs-e bűntudata, amiért ő él, míg mások meghalnak. Igen. Mi szintén egy nagyon érdekes. És hát előkerül a fegyver. Tehát a csehovi puska elve sérül ebben a filmben, mert ugye az van, hogy ha előkerül egy fegyver, akkor az el is fog sülni. De itt nem. De tényleg olyan, amikor egyszerűen annyira beleloválja magát a pszichiáter, hogy előrántja a fegyvert, melyről utóbb kiderült, hogy nem volt megtöltve. De, de azért ez nagyon érdekes. Egyébként tényleg olyan feszültségfokozás volt, hogy abban a pillanatban eszembe jutott a másik ilyen ilyen filmtörténeti örök kedvenc, ami szintén egy ilyen kb. 20 négyzetméteren játszódik, ugye a 12 dühös ember. Ugye Tehát ne, ne, gondolom, de tényleg annyira jól megcsinálták a feszültségfokozást, és nem is tudom, kik ezek a színészek, az a legviccesebb az egészben. <laughs> Tehát ez... meg, meg szerintem nagyon számít az, hogy amikor biztos észrevettétek, amikor elkezdenek beszélni vallásról, akkor bejön egy ilyen zene, egy ilyen, ilyen mítikus ilyen, ilyen zene. In the love of brilliance, where minds align, Parallax's podcast shines divine, supported by the egg, exceptionally wise, in the patronage, our journey flies, send us money through the Patreon, send us money. És egyébként most, amit mondasz, hogy előkerül a fegyver, ezért is szerintem ezt a kettő részt egybe kell vizsgálni, mert az a másik részben eldördül, csak nem fegyver formájában. Igen, és az a vicc, hogy még ez a film is olyan, hogy Gézát, aki ügyeletes fegyverszakértőnk, még, még itt is, akkor egy nappaliban játszódik az egész film, itt is van kitárgyalni való ezek szerint. Az mi? Az egy, az egy, az egy igazi. Tehát ez nem egy játékpisztoly volt, ugye? Az ami egy rendes a, a volt. a pszichiáternél van? Igen. Hát ez egy sima hatlövetű hat puska. Most Igen. azt szerintem egy Smith Wesson, ez a, nem a kilen, azok nem 9 mm-es kaliberűek, hanem... Én csak azért tudok a Smith Wesson létezéséről, mert a Zuboy énekel róla a homeopátia című számban, Kezemben a Smithson Watson, hol a Pamela Anderson. Na most ezt be lehet vágni. Kezében a Smith Watson, Adé. hol a Pamela Anderson. <laughs> igen, Ágoston Bélát szeretettel üdvözöljük innen. Na jó, nem baj, de szóval az egy, az egy nagy klasszikus fegyvermárka, ugye ezek szerint? Tehát hát olyan ez nagyon, igen, az, az van, egy nagyon a, klasszikus a, a, amerikai fegyvermárka, meg egyébként ugye az a, az a tipikus ilyen Home Defense, Gun volt egyébként régen is, tehát egy olyan, mint ugye most a Glock, most Amerikában mindenkinek van egy Glock, ami érdekes ismerő, hogy ez egy osztrák fegyver, és az a legelterjedtebb Amerikában, meg egyébként a CZ, ami a Cseszkász Brojovka cseh fegyvergyárnak a fantasztikus alkotás, ami már amerikai kézben van. De kemény. Tehát az amerikaiak -ok egy osztrák fegyvert használnak leggyakrabban otthon. Egy, napig. egy vadászra egyszer mentem, egyébként képzeljétek el, vadászni, ő azt mondta, hogy figyeljen meg, hogy a, a világon csak azt tud fegyvert gyártani, akinek a valami fölmenője vagy német, vagy, tehát, vagy, vagy ez a német alföldi belga, német, vagy cseh volt. Mert konkrétan majdnem az összes puska a világon, annak az alapja vagy belga volt, vagy cseh. És Hogyha meg amerikai, mondhatod, hogy de az amerikai puskák ilyenek, meg olyanok. Amerika az pedig cseh, meg német alföldi emberek által lettek letkolonizálva. Tehát ugyanúgy ilyen... német az is. És a Kalasnyikov, meg ezek azok is ilyen németeknek a. Nem hát az ilyen cseh, cseh alapból, tehát mindegy, van, amelyiknek belga, tehát a, a, az orosz puskák is olyanok, ugye, hogy az, azok. Nekem van egy ilyen nagy fegyveres könyv, és oda le van írva, hogy ez, ez valahonnan indult. Van, ami az osztrák-magyar monarchiából indult, az a prototípus fejlesztés, és akkor azt vitték ki, bla bla bla. Amúgy pont az a az egy rossz példa, mert szerintem az ugye Karasnyikovnak volt a találmánya. fejlesztés, fejlesztés. igen. Aha. Tegyük félre. A puskáknak a 80%-ára ez igaz, amit mondok. Meg azóta ugye vannak kínai fejlesztések is, meg stb. stb. Tehát Persze. nem nem beszélve meg az hát Ez az Uzi féle izének is a. meg ugye az izraeli mint tudjuk. A izé... Igen. Na, hát ez, ez, ez nagyon érdekes. hihetetlen. hihetetlen. Ez nem jó, majd én is ut utána nézek. Egyébként ez olyan mint az űrkutatásban a, a minden minden rakéta őse a FAU 2 típusú. Hát, Bárhol, akár És Indiából, az is akár nem Na, mit ad Isten az is német. Hát. Ennyiebb, ennyiebb. Köszönjük meg nekik. Egyébként ezt a műsort egy nappal, 1944. március 19-ének a 80. évfordulóján <laughs> vesszük föl. Na jó, van. Oké, okay. majd máskor megköszönöm nekik, hogy ilyen sok szép fegyvert gyártottak. Na, Na! és akkor még gyorsan mondani kell, hogy tehát ez, a, ez a fegyver visszatérve, amelyiket ugye rászegezi a, a, a Johnra, a fia, <laughs> vicces, az egy 38-as ugye van a 9 mm-es, és ha pont tehát a 0,38 inch az is egy olyan kaliber, amit egyébként a, hogyha látjátok, a serifeknek van mindig hat lovetője, és abban van a 38 es kaliber. Most a 38 es kaliberben vannak olyan golyók, ugye, aminek a, az eleje fúrt, és a, ezeknek a revolvereknek ugye ne, nagyon sokszor nem húzagolt a csöve, hanem a golyó elejében van egy ilyen húzagolás, és ugye, hogy megy kifelé a golyó, az megpörgeti a golyót, meg egyébként azért is van, hogy az, az hogyha te testben megy a golyó, akkor ott szétnyílik, és ugye amikor kifele megy, akkor egy 6 x 7 akkor a lukat csinál, és biztos, hogy elvérez. De sokkal nagyobb a megállító ereje. Ö, ezt most csak így elmondtam, de lényegtelen puskához De nem, azért is nagyon hasznos, hogy mondtad, hogy hatszóvető, meg láttam a filmben is, mert egy csomószor, én, tehát tényleg én ezt én szisztematikusan rosszul emlegettem, mert, mert én, néha valószínűség számítás tanítás, akkor előjövök az orosz rulett nyerési vagy vesztési esélyeivel, és most esik le, hogy én végig rosszul számoltam, mert egy hatodott a vesztés aránya, nem egy nyolcad, mert ez nem, ez nem nyolc lövetű, hanem hat lövetű. A nyolc lövetű az a, a, a Flaubert szokott nyolc lövetű lenni aha, amúgy. Aha. és ez 22-es kaliber, De ez forgótáros, az és 22-es kaliberű, igen te Jó, hát jó, én itt mindig, én tanulni járok ide, mindig. Nagyon jó. Köszönöm. Mindenki tanulni jár ide. Igen, ja. Na és hát ugye ráfogja a fiára, végül, végül, ugye nem, nem lövi le, de ö, az ez újabb is érdekes, lett volna, hogyha megkezitek. volna az üles fegyverrel előnie, tehát hogy azért az egy érdekes érzé hát igen, az igen, de hogyha, hogyha megnézitek, hogy a, az a, a félelem, ami John szemébe van, amikor ugye ráfogja a puskettet, azért ő tulajdonképpen Mondta is, hogy ő még nem kapott ilyen szintű sebet, ha bár nagyon régóta él, tehát halálos sebet nem kapott. Mondta ugye, hogy amikor Jézus volt, amikor éppen Jézus volt, akkor ugye a, a római katona megszúrta az oldalát, de abból föl tudott épülni, mert egyrészt nem lesznek hegei, és gyorsan gyógyul. Na most a másik dolog, amit én nem értek a filmmel kapcsolatban, oké, okay, hogy a, a sejtjé nagyon szépen regenerálódnak, meg minden, de szerintem fizikailag lehetetlen, hogy egy mechanikai súrt, szúrt seb, az heg nélkül gyógyuljon. Ennyire nem értek a sejtbiológiához, tehát hogy mit tudnának elérni a sejtek, hogyha azok olyan sejt jellegű sejtek lennének, tehát hogyha, tehát úgy, ahogy vissza tud nőni mondjuk egy embernek az ujja, mondjuk. Lehet, hogy az ez is igaz, lehet, hogy az is látszik. De, de nem, valószínűleg nem tudom. elvi, tehát igazából most nem, nem ez lesz az a pont, ahol megcáfoljuk a film tudományos alap, <laughs> megalapozottságát. Mert... Jó, persze, de nem az csak igen, most, hogyha onnan igen. indulok ki, hogyha mondjuk a fejeden, fejedet bevered, mondjuk levered, elesel és szétvered a fejedet a padlón, és uh, szétnyílik a a fejed, akkor elméletileg azt mondják, hogy ha gyorsan orvoshoz mész, és egy plastikai sebész úgy be tudja varni, hogy ráhajtja a hajas fejbőrt a sebre, akkor meg tudják azt csinálni úgy, hogy nem is fog látszani, és ha is nő belőle. Viszont, hogyha az magától nő össze, mert ugye az, a bőr feszül, az, hogyha szét, szét reped a bőr a fejeden, akkor az széthúzódik, hogyha utána kell magától visszanőni a dolognak, akkor ott nem fog, nem fog soha többet hajnőni. Mert igen, a hegben nem, nincsenek igen. szőr de ez nagyon érdekes. De, de ugye továbbra is ez ilyen standard 1.0-ás emberekre érvényes érvelés. Nem az, ilyen hegylak, nem az hegylakó tikusú John Oldman. Az, az, érdekes lenne, így. hogy mondjuk a, ha egy gyíknak levágod, a, leszakad a farka, az heggel nő -e vissza, vagy sem. Valószínűleg nem, mert az úgy belülről nő vissza, és minden belülről alakul ki de hogy, hogy, mondjuk utána, hogyha beraknád a mikroszkóp alá egy leszakadt farkúgyik, VS simagyiknek a farkát, lenne eltérés, és látnád-e a vonalat? Az érdekes. Igen. Vagy akár, igen, vagy akár, akár meg tudnád állapítani akár a csontvázáról, hogy ez már ennek a gyiknak nem az első farka. Valószínűleg amúgy igen, mert az egy fiatalabban képződött csont, és akkor kevésbé lenne elhasználódva, vagy, de, de érdekes. Érdekes De ezt nem a gyíknak, kezdeni. hogyha leszakad a farka, akkor az egy, egy csigolya közt szakad csak, nem? Tehát, hogy akkor Gondolom, a, egy X igen, csigolyától igen, igen, egy igen. új csigolya nő utána. De hogyha abból indulunk ki, hogy mondjuk, egy hogyha egy embernek 7 évente új sejtjei képződnek, most tök mindegy, lehet, hogy a bőrödön több, vagy kevesebb ideje alatt, tehát, hogy ez egy átlagos dolog, akkor lehet, hogy egy gyík mondjuk él három évig, neki mivel egyébként ugye egyik az vedlik is, meg konkrétan ott hagyja a bőrét is, ezért konkrétan lehet, hogy neki sokkal gyorsabban termelődnek újra a sejtjei. Tehát simán lehet, hogy, egy, hogy ezt már nem tudnád bizonyítani, mert mondjuk a gerinc csigolya csontjaiból nem lehetne megállapítani, hogy most ez egy újra nőtt farok, vagy nem. Na mindegy, ezek Ülel. megint olyan kérdések. Mint... Ez megint, olyan, megint támadási felületeket nyitunk, mert egyébként a Google Scholarba, hogyha beírjuk, hogy izé, -e, hogy ilyen reptilien téleknek a, a új, újra termelődése, vagy újra regenerációja, az milyen nyomokat hagy, akkor valószínűleg gyorsabban találunk érdekes találatokat. Na no, de igen, ne, ne irányítsunk ennyire. <laughs> azért el... érdekes, hogy hova tudunk eljutni ettől igen, a a igen, igen, Tehát a fegy... azért ja, meg az is egyébként, a, hogy, hogy Johannannak hívta magát, még az, azt is bedobnám, hogy egyébként a, az is tök jó, mert az egyetlen, a, a, legjobb állapotban megőrződött, keresztre feszített emberi csontváz, amit a mai Izraelben feltártak, az pont egy Johanan nevű keresztre feszített embernek a csontváza. Tehát az nyilván nem John. <laughs> úgy értem Igen, de valószínű, valószínű, tehát hogy építkeztek ők ebből, de szerintem nagyon nagy kutató munka van ennek a hátterében az ötletnek, hogy hogy lehet ezt tényleg a lehető leghitelesebbre csinálni. Igen, de igen. Ezt is levezeti, hogy, hogy Johnból hogy lett Jézus, amúgy. Ilyen, szépen elmondja a, ideig, a neveket. ideig, szépen túl. elmondja, hogy ez meg, így, az meg, úgy, ez is bicsaklik b... ott a dolog, hogy a Johanna, John volt, de ezt a Héberek Johannannak, vagy a Tarámi, mit tudom én, szól, uh, Johannannak mondták, oké, és akkor ebből aztán, hogy aztán végül, hogy abból hogy lesz Jeshua, az öllött is, vagy Jézus, tehát ott hogy van hát... egy kis galop. mindegy, ott megbicsaklik, mindegy. Nem baj. Oh, de szere, próbálják jó, ezt jó. is lezárni. Tehát nem az van, hogy mert én kitaláltam, hogy akkor pont így volt kedvem nevezni magam, hanem hanem ott is azért adnak egy, egy tényleg egy ilyen plauzibilis választ erre, ö, és nem az van, hogy mert nekem úgy tetszett, akkor éppen az volt a, a az én nevem, hogy Jézus Krisztus, mert nekem, ez így bejött, hanem, hanem próbáltak valamit. Igen, de egyébként ez a Jeshua az egy nagyon gyakori név, tehát egyébként egy csomó névváltozata van, amik benne vannak a Bibliában, tehát a, 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 például a az Izajás, vagy a Józsué, vagy a mit tudom tehát ezek lényegében ez mind ugyanannak a névnek a különböző variációi, különböző korokonai. Jó, de ez nem azért van, mert a Héberben nincsenek magánhangzók, és hogy... Hát a, a, vannak a, az... Ez a Jahve, Jehova... Jó, hát az, is... az már... Na most ott, 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 ugye az a baj, ott, hogy azt ugye nem ugye volt az szabad kimondani. Ugye az Igen, 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 igen. Egyébként persze uh, most máshogy is írják le, Egyébként csak annyit mondok, hogy etimológiailag valószínűleg ez ugyanaz, ez a segítség jelentése van ennek a Jesuá. Ez azt jelenti most is, hogy, hogy és azt hiszem, szóval. De ebből lehet sokféle ízét képezni nevet. Egyébként nem is Jézus az egyetlen Jézus nevű szereplő a Bibliában. Ott van a Jézus Sirák fia, ugye az egyik kis proféta. Tehát konkrétan van az Ószövetségben egy ilyen könyv és állítólag a korai kéziratokban, és ez egy nagyon, ez ilyen weird dolog, hogy, hogy állítólag van olyan változat, ahol a barabást úgy hívják, hogy Yeshua Barabá, ami szó szerint azt jelenti, hogy J J J Jézus az apa, abba, a az atya fia, ami vicces. Tehát hogy akkor Pilátusnak két ember között kell dönteni, hogy engedjen el, és az egyik, ez a, bar ami barabás, aztán később későbbi változatokban már nincs ott, mert nagyon összezavarta volna az olvasót, hogy most van a Jézus, meg van ez a Jeshua Bar Abba, akinek egyébként a vezeték neve azt jelenti, hogy az apa fia. Tehát, hogy innentől kezdve az atya fia, érted? Tehát akkor most már mi van? Na, szóval végül is úgy gondolhatják a későbbi olvasó hogy de a... Tehát csak azt akarom hát, mondani, hogy, hogy ez egy baromi hát, gyakori össze név. összefoglalhatjuk, hogy a kanonizációnak igenis van létjogosultsága hát valami biztos, de ja, persze, igen. De a lényeg az, amit én csak, csak az, az egész hülye agymenéssel utalni akartam, hogy azért az, egy, az a Jézus, és a különböző változatai ennek a névnek azért az nagyon gyakori volt a korabeli közel És hogyha már a filmhez visszakanyarodunk, az is igaz, hogy egyébként Jézus például a hinduizmus ismer, ismeri és uh, Jézust választhatja mondjuk egy hindu hívő személyes példaképnek. Hát jó, persze. Ez szerintem én... van. van, tehát ahogy én ismerem, nem vagyok és nem voltam soha nagy tudor a, a, a félről a keresztény vallásoknak, de azért tényleg nagyon sok minden, amit a filmben elhangzik, az, az kvázi ismert dolog, hogy melyik motivum honnan jön és miért, hogy került be a megfelelő helyre. Én meg az is köztudott, hogy tényleg Jézus utazott sokat. Tehát ugye nem véletlenül van az, hogy ő, 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 benne van a Bibliában, amikor kicsi volt, meg tanított a templomba, aztán utána snitt, és 32 éves is tanít. Na, hát ez az, hogy köztudott, hogy Történt nem köztudod, azért csak ez az kitöltjük az... mindenféle izé, random elmélettel, hogy a, igen, és akkor itt ez az, hogy a 80 90-es évek óta olvasatok az ilyen nagy menések, hogy Jézus akkor elment Indiába például tanulni. Persze, ilyet még az apokrifban sem olvasol, e úgy, csak az emberek ugye baromira zavarja az embereket, hogy hát mit csinált ez az ember 30 évig, tehát hogy ott mi, mi történt. Igen, ez is, ez, ez is elhangzik a, a filmben is, hogy az emberek önök szeretik kitölteni a réseket, tehát hogy, mm. hogy, hogy mindig a másik pedig, hogy, pedig, hogy, hogy a bibliai kor az tök más. Tehát nem véletlenül mondják azt, hogy mit tudom én, hogy Mózes is hány évet élt, tehát hogy a, az, ott azt hiszem, hogy a kor az ez a tapasztalati szint, meg... meg Jó, de a meg... Biblia és Biblia között is nagy a különbség, hát ha belegondolsz... Tudom, szövetség, új szövetség, persze. Igen, igen, tehát hogy, hogy ha belegondolsz, hogy a mózesi sztorinak a valóság magja az, az, az a Krisztus előtti 13. században történhetett. Tehát, hogy, tehát, hogy a, a, Móz, Mózest és Jézust, mint a történelmi alakokat, hogyha ezek létező történelmi alakok, akkor azokat 1250 év választja el egymástól azért annyi idő alatt. Tehát igen, az Ószövetség elején, amikor írják ezeket a elképzelhetetlen életkorokat, ez a matus elemi életkorokat, vagy a matus elák, vagy hogy az egyik leg, leghosszabb ilyen élettartamú pátriárka. Ott, persze arra is született mindenféle kidumálás, hogy ott igazából holt hónapban kell mérni, nem évvel, vagy nem tudom, De, de azt hiszem, azt hiszem hogy, hogy a, a, Jézusnál, a kronológiánál nem lehet ilyet mondani, mert ott, ott, ott megvan, hogy a, izé a, ki írta össze a föld lakosságát, amikor megszületett, Julius Cézár elrendelte, hogy írják össze a föld minden lakosságát, vagy Augustus, áh, nem tudom, Augustus Császár elrendelte, hogy írják össze a föld minden lakosát, vagy valamit. Nem, Julius, az meg... Áh. Na, nézzük meg, nézzük meg. Nem, szerintem Julius Cézár Nem, oszik. Claudius. Ja, egyezünk. <laughs> nem, nem, nem. No, szóval szóval ott, ott nem lehet beledumálni, hogy amúgy ő több száz évet turnézott Indiában, és visszament ja, ja. az időben, hogy találkozom Buthával, aki több ezer évvel korábban élt, meg <laughs> szóval az nem... <laughs> jó, hát de, 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 ennek ellenére végül is miért? De ez egy tök jó megoldás lenne viszont, hogyha ez egy örök életű ősember volt, akkor ott fölszett azt a tudást, és aztán jóval később alkalmazta a közelkeleten. De erről is azt hiszem mond valamit a filmben, hogy ez a Butha kép, ez a kövér moskós ember, ez valami kínai kínai leképezése butának butha egy tök normális emberke volt Indiába. Nem emlékeztek rá? De, de volt nem erről szó. Nem emlék. igen, lehet. igen. Vagy lehet, hogy nálunk nem volt szó róla, de én is, én is tudom, hogy, hogy, ha ma is tanultam valamit Rovadban, valahol, valahol, valahol volt ilyen, hogy igen, igen. Hogy azok a dagi buthák, azok valójában. Jaj, annak nincsen köze. Igen, tehát az igazi közel, buth... szithárta, szem, hogy, szithárta, szem, hogy Szithárta buthának hogy nem volt van ilyen dagi. De a filmben forszaka. tudja, hogy beszélt róla, az, az, az bizonyíthatom, hogy ő is ugyanezt elmondja. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Na mindegy. Nekem ez nem, nem rémlik. Ja. De hogy nektek milyen lenne a reakciótok mondjuk egy ilyen beszélgetésnél? Tehát teszem azt Miklós, egy kollégád, akit már régóta ismert, ültök iszogatjátok a viszkit, és jön egy ekkora, nem tudom, minek nevezzem, dolog a bejelentéssel beszélgetés. Tehát az a fajta lennél, mint ott a, a, a régész, a régész a, a professzor, aki a, a diáklánya jön, ő az, aki aki nagyon felkapja a vizet, és egyből telef megy telefonálni a pszichiáternek, hogy gyere mennek, teljesen elment az esze, és egyből arra gondol, hogy itt megbolondult a, az ő haverja, vagy az lennél, mint az antropológus, aki, aki egyszerűen belemegy a játékba, és egyszerűen csak élvezte az egész dolgot, és egy ilyen, egy uh, intellektuális challenge-ként éli meg inkább, és inkább beszélgetni akar róla, mint azon, azon De a nagyon... A szemüveges arc volt. A szemüveges a, a, a az a, a, biológus volt, a, a négercsávó volt az antropológus. A biológus az ilyen, ilyen ezért, tehát, hogy Na, hiszem is, meg nem is, meg hogy ilyen... Én egyébként a, biológus személyében lennék, mert ő, őnek is amúgy rohadtul tetszik, meg ő az, aki elmondja, hogy, hogy ő egyébként zsidó, a felesége Mohamedán, a egyik gyereke szientológus, a másik mit tudom én mi, és hogy őt ez, ez, már full érdekli, tehát hogy, hogy akkor most tényleg kíváncsi rá az egészre, és ugye ő az, aki mondja, hogy tehát, hogy a kérdésedre reflektálva mondtad, hogy én, én, mit gondolnék, az első dolgom biztos, hogy az lenne, hogy ez az ember valami anyagon rajta van tuti. Ja, és be van, be van tévve. Tehát valami anyagon Igen, tök pont mindegy. Pont a biológus mi? mondja, hogy hát ő már sok betépett. Sok be minden el rá, beszélgetett, és hogy, és hogy semmit nem vesz észre. Tehát, hogy ez, ez szerinted ilyen, ilyen cuccot még nem láttam. Igen. <laughs> ja. Nemcsak, egy cuccot, hanem, nem csak, hogy cuccot, mert nem lát biológiai öm, semmiféle olyan... Semmire áutaló jelet. Látja. Igen. Hogy ő neki megváltozott pszichés állapota lenne. Tehát nem úgy néz ki John, nem úgy viselkedik, meg nincsenek olyan tünetei. Hát no, az a baj, hogy ha már. Tehát én nyilván bágyhez lennék, tehát, hogyha valaki átél olyat, hogy valakinek volt olyan mentális probléma az ismeretségi körében, amikor elkezdett mondjuk ilyen téveszméket kifejteni, és nekem volt ilyen az ismerősi körömben, akkor, akkor persze az nálam bekapcsol egy piros lámpát, de hogyha ez nem lenne ez az előtörténetem, akkor valószínűleg én is mennék vele a sztorival, és úgy hogy na ez hova fog kijutni? érdekes intellektuális gondolat kísérlet lenne. Ö, nyilván én is végül is azt mondanám, hogy hát nézzétek, itt vagy az van, hogy szélhámosság történik, ugye, vagy őrület. És egyébként érdekes kérdés, hogy egy olyan de az ember, nem merülne fel, hogy igaz? Tehát, hogy az vagy, hát, vagy szélhámosság, vagy őrület, de az, hogy igaz, az nem? Bennem nem merülne föl, mondom most. Aztán lehet, hogyha átbeszélgetnénk egy hosszúra nyúlt éjszakát, és olyan információkat tudnék meg, nem De mit tudna mondani? Hát ez az, hogy mit tudna olyat mondani, amit én tudnék független forrásból ellenőrizni, és ő nem tudhatja. És, és, nem és, nem na ez az érdekes. Tehát... Hát igen, igen, itt is ezzel oldják meg, de azért valójában. Hát a fiával, tehát itt, itt ezért van az, hogy akkor, akkor ő mondja, hogy akkor a kutyájuk, ami meghalt a Wulfi, és akkor, akkor igen, tényleg a. Itt a végén. Tehát, hogy ott, ott van egy tényleg mondom, egy belső info. Igen, így van. De most az egy, az egy véletlen helyzet volt. de mondjuk a, mondan egy ugyanilyen dolgot arra, hogy mit tudom én, hogy nézett ki Alexandria főterem, mit tudom én, mikor, és akkor két évvel később a régészek kiásnak valami olyan, és hogy na hát ez tényleg így nézett ki. Ez például, az például érdekes lenne. Ugye van az a, van az, az, afrikai törzs, akik, akikről azt mondták, hogy, a, hogy hát a csillagokból származnak, mert hogy olyan információkat tud, véltek tudni egy olyan kettős csillagokról, hogy izé ott kering egy, ami nem látható szabad szemmel. És akkor innen ennek volt egy ilyen nagy hype -ja annak idején, hogy úristen, ezek az űrből jöttek. Ugye emlékeztek. Nyilván Erik von Deniken és hasonló formák, azok előszeretettel ráfeküdnek az ilyen sztorikra. Utó persze kiderült, hogy a 19. században jártott egy európai csillagász, aki elmondta nekik ezt, meg ezt az információt. Tehát, hogy mindig volt egy megfejtés, de, de például ez egy ilyen vattafag pillanat lenne, hogyha mondjuk csak ugye persze az más, mert ugye most olyan tudást kérünk számon, ami az ókorban mondjuk meg lehetett, de most már nincs, viszont valahonnan esetleg esélyünk lenne visszaszerezni. Ugye? Ez más. Hát igen, az megint csak egy ilyen jövőbeni, tehát most mond valamit, majd elmész fekcsekkelni valamilyen módon. És akkor húsz év múlva belátom. Akkor most mondanék nektek érdekes dolgot, hogyha mondjuk. Hogy épült a piramis. Mondjuk. Na, pont, tehát na nagyon jót mondasz, én ugy, ugye ugy, ugyanezt tett, hogy oké persze, hogy lehet, hogy hogy, nekem is volt már hasonló ö, ö, tapasztalatom emberre, aki, aki mentális betegség miatt beszélt ilyet, de hogyha tényleg, tehát hogyha. Tehát ebben a filmben nagyon a, a, a 2000-es évek elejé őstörténet kutatást halljuk, tehát hogy mezopotámia, ez az amaz. Ö, Hogyha mondjuk rákérdezni egy ilyenre, hogy oké, okay, hogyha te mondjuk 14 ezer évvel ezelőtt éltél, ami, ami olyan jégkorszak után volt, épp hogy, akkor mondjuk felcsed már ki, hogy ez hogy, hogy történt ugye ez az egész dolog, hogy, hogy hogy lett újra népesítve a föld, meg hogy meddig jött le a jégsapka, meg hogy ilyenekről beszélgessünk. Igen, de hát Lár. lokális sztorik, hát honnan tudná egy korabeli ember a saját mikrokörnyezetén kívül, hogy most mi van a jégsapkával, érted? Tehát ez az, hogy attól még, hogy akkor élt, nem volt neki műholdja, meg ilyenek. Oké, hogy, okay, hogy pont, nem pont volt, de azt, az, ő, ez az, a, ő, ő, hát, ez, ez az szép az egészben, hogy valószínűleg 14 alatt össze ment azért. És arról beszél, igen. hogy igen, hogy emlékezik, hogy, hogy dombokra, meg mit tudom én mire, és hogy az már nem úgy néz ki, mint ami igen, akkor de, kinézett. de nincs neki geolokációja. Tehát azt tudja, hogy ment dombokra, hegyekre, de így azt is utólag próbálta megfejteni, hogy ez hol történhetett. Tehát nyilván, hogyha bármilyen ősembertől megpróbálnánk ja. információkat szerezni, az nagyon korlátozott tárgykörre tudna vonatkozni. Jó, ugye, ezt, vagy, a, ezt én aláírom, csak hogyha valaki ahhoz, folyamatosan él... Sose tud, többet, mint a, sose tud többet, mint az akkori tudás. Tehát, hogy most is csak annyit tudna, amennyit már most kiderítettünk a, a, arról a korról. Tehát, ha mi most, még az emberiség még nem érti, mi történt 14 ezer évvel ezelőtt, akkor ő sincs honnan értse. Igen, de ilyen technikai dolgokat tudhatna, hogy például, figyelj, haver, oké, hogyan építettétek a piramisokat? És akkor mit tudom? Na, én ezt mondom. ha éppen ott volt, ha éppen ott volt. Mert amúgy nyilván de valami kilométerrel a hogy nem de utána azért ment erről a beszélgetést, tehát nem Európában valahogy tudhatták, mondjuk, szó szóról, hogy igen, hogy, mert ugye mondják ezt is, hogy régen még a, a Sphinxnek nem feje volt, hanem macskafeje. Tehát mondjuk megkérdezi tőle, hogy tényleg macskafeje volt régen a Sphinxnek? Érted? Oké, és Meg mondd hogy a... valamit, és, és mit csinálsz az infóval? Elhiszed neki? Tehát, hogy hogy bizonyít? az az, mindig oda jutunk, hogy honnan tudod, hogy az, amit ő mond, az igaz. Ha meg tudjuk, hogy igaz, akkor ő is tudhatja, és Eljárás. és ez azért mondja. Tehát az lehet egy ilyen tudás, ami nem, még mindig nem lehetne perdöntő, hanem egy eljárás, mondjuk ezt a követ hogy kell megpattintani, mert a mondjuk nem jöttek rá, hogy hogy kell. Na a magyar őstörténet kutatás, az például tök jó, ugye ott van a, a sudár balásféle csapat, Ajaj. aki egyrészt történész, másrészt meg hagyományőrzőkkel dolgozik együtt, és akkor az van, hogy a, szoba szobatörténésznek általában lövése nincs arról, hogy, hogy hát mondjuk itt találtak valami sírba valami teg, tegzet, vagy íjat, vagy mit tudom én, micsodát, és hogy akkor ezt hogy a bubánatba kellett használni. Ugye lövése nincs a, a, a bölcsésznek, rajzolnak valamit szerencsétlenek, de persze ha azt odaadod egy, egy mesterembernek, meg egy, egy igazi izé, hagyományőrző lovasíjásznak, hogy hát figyelj, ezzel, e, ezt így ez, ez alapján a, a bölcsészettudományi karon készült uh, ceruza rajz alapján építsd már meg ezt, és nézd meg, hogy lehet-e vele lőn, akkor kiderül, hogy baromira nem. És ez, 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 ez kizárólag a használat során derül ki, és pontosan az, az a szép ebben az egész folyamatban, hogy ők tényleg felgöngyölítik azt, hogy, hogy hogyan lehetett ezeket a dolgokat csinálni, és így. így, így egymást segítve vezetik rá ilyen módon azok az emberek, akik tényleg elkészítik, és tényleg kipróbálják, és, tényleg, és közben rájönnek, és akkor úgy utólag logikusnak tűnik, hogy aha, ez azért van itt, mert, és hogy ez azért itt, mert csak is ezen az oldalon lehetett, mert különben, hogyha itt nyúldok át, akkor. Tehát nem lehetett például, mit tudom én, az így vesző tartó tegez, az nem lehetett volna azon az oldalon, mert akkor nem tudta volna elérni a lóháton, úgyhogy csak is a másik oldalon lehetett, és akkor izé, és na, no, szóval ilyen praktikus dolog. Na és akkor ez például tök jó, tehát ilyen dolgokat megkérdezni valakitől, az például lehetne valami bizonyító értéke, amikor mondtak, hogy na, na figyelj, ez baromira nem így volt, mert ezt egyébként, és ha megnézitek, ha úgy, ha úgy pattintod a követ, akkor sokkal effektívebben pattan, és mi ezt így csináltuk. És akkor ott kipattint neked egy olyan sz szekercét, ami sokkal jobban néz ki, mint amit a bölcsész hallgatók pattintgatnak és akkor, és amit, akkor az kind of amit a, bizonyíték. Amit a szemüveges fekete emberke kapott, pattintott követ, az szerintetek az, igaz, az igazi volt? Az, az, a, az a volt? Tehát az, az valószínűleg... Nem, azt mondta, az... hogy azt ő vette. Tehát az a, a, végén is azt mondja, mikor már, mikor már uh -huh. azt mondja, hogy lelövi úgy Szerintem ugye nem a, a poént, hogy akkor ez... Én, én a, azért én abban egyetértek vele, hogy ő ott mondja, hogy, ha te ilyen nagyon sokáig élnél, te eltennél valamit, teljesen átlagos használati tárgyat hurcolsz magaddal, nem tudom, gyerekkorod óta, vagy az elmúlt 20-30 év, nem beszélünk 14 ezer évről. Tehát, hogy mennyi értelme lenne eltenni egy nyomvadékkövet, amikor egy olyan társadalomban élsz, ahol mindenki azt használja, majd amikor jön a kés, mi a francért tennél el egy ilyet? Tehát, hogy mit akarsz vele De csinálni? ne felejtsétek el, hogy Johnnak a kedvenc, kedvenc időtöltése a vadászat, íjászat, meg a természetjárás. És ugye megnézitek a másik részt, amit majd a patronáló hallgatóink külön megnézhetnek, vagyis meghallgathatnak így a következő részben majd. Akkor akkor majd elmondom, hogy egyébként... Mi, mi van, mi van hogy mi... ő nem vette? Én... Csak ő kiment, ez pattintott magának egyet a erdőbe. Én azt, azt lehet. gondoltam amúgy, de persze. Hát mondjuk, hogy ha feljelentek, hogy az emberünk nem hazudott, hanem végig igazat mondott, akkor nyilván egy dollárért vette, de hát aztán meg a tanait is visszamondja úgymond, tehát hazudik a filmben. Jó, de ezt azért, hogy ne ölje meg a fia. Nem, nem, azért, hogy ne térjen ki a hitéből a néni. Itt Igen, itt uh, itt, itt kell megállni, parancsoljak Miklósnak, ja. meg, meg Gézának, mert a, ha jó az álljuk. idők az időnk véget ért, úgyhogy púcsút kell vennünk a hallgatóinktól, azoktól, akik nem patronálnak még minket. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok a folytatásra, akkor légy szíves patreon.com/perparallaxis, és támogassatok minket. Amennyiben viszont uh, uh, nem szeretnétek, akkor sajnos el kell búcsúznunk, mivel véget ért a mai műsorunk. Viszont legközelebb egy izgalmas thrillerrel vizsgáljuk, majd meg tudományos szempontból. Uh, nem, egy. Izgalmas sci trillert vizsgálunk majd meg tudományos szempontból, melyben egy különleges kormányügynök a múltba utazik, hogy megakadályozon egy terrortámadást. Oh. A film tele van fordulatokkal, akcióval és időutazás kérdéseivel, szóval nem olyan lesz, mint az őslakó, amelyekről közösen elgondolkodhatunk majd az április 11-én megjelenő paralaxisban melyben tehát a Deja Vu című filmről beszélgetünk majd és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, és nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.